Hello, hello! Egy unboxing kávé. Amit most félre is rakok. És a videó apropóját veszem elő, ami egy csomag az eBay-ről. És egy IP kamerát rejt ismét. Ami ez, most előveszek egy fehér papírlapot is, ugyanis maga a kamera fekete, és fekete háttér előtt nem látszana olyan jól. Nézzük, mi van a batyuba. Tehát a dobozban volt egy bubis fólia, a fóliában pedig lakik egy lemez, amin az IP kamerához van PC-s program, de ennek újabb változata van már a neten, úgyhogy valószínűleg ennek a lemeznek nem fogjuk használt venni. Van egy antenna. Egy zacsi csavar. Hopp, egy ilyen kis bajonettzáros véglezáró. És ilyen kis zacskóban maga a kamera. Hát a kamerának a típusa top, vagy a márkája, vagy minek nevezzük ezt. Ugye ez egy kínai kamera. Top 228 WF a jelölése. Ez egy 720p képes kamera. És én még 8000 forint fölött vásároltam, azt hiszem 8200 forintért, de most néztem, hogy már akár 6,5-ér is be lehet szerezni. És ennek van még egy 1080p-s verziója is, amiben lehet memóriakártyát rakni. Az persze sokkal drágább. De azt azért el kell mondanom, hogy nekem már van egy ilyen kamerám. Fel is szereltem, ki is próbáltam, be is üzemeltem. Úgyhogy már tudom mondani, hogy mit tud a kamera. Az árához képest nagyon jó. Tehát én dicsérni tudom csak. Tényleg szép a képe, ahhoz képest, hogy csak 720p-s. De én például kapura állítottam be, és hogy ugyebár azt lássam, hogy kiáll a kapuban, hogyha jön valaki, és arra nagyon jó. Ha jól látom, be van repedve az üveg? Lehetséges. Na mindegy, ez különösebben nem ront rajta. Itt, ha jól látom, be van repedve az üveg. Na se baj, de azért nézzük a kamerát. Ez a bajonett lezáró, ez csak ide való rá. Mindjárt elmondom, hogy miért. Nos, ugyanis a kamerát lehet használni telefonról, ugye telefontab, bármi, ilyen androidos vagy iOS-es dologról, és lehet használni számítógépről, én arról használom, sőt, külön vettem neki egy mini PC-t, ami az IP kameráimat kezeli. És mire is jó egy ilyen kamera? Például, amit mondtam, hogy beállíthatjuk, hogy nézzen a kapunkra, és így akár telefonról rá tudunk nézni, hogy ki áll a kapuba, hogyha csöngetnek, vagy tudom is én, például van egy kis játszótér az udvarunkba, ahova a gyerekek mennek játszani, akkor oda ráállíthatjuk a kamerát, hogy bármikor ránézhessünk a gyerekekre, hogy nincs-e valami probléma velük, vagy hogy még megvannak-e. Telefonon be lehet állítani, hogy a kamera, hogyha eseményt érzékel, tehát mozgást érzékel, különösebb mozgást, mert ugye, ha mondjuk az udvarra állítjuk, akkor mozog a fű, mozognak az ágak, de mondjuk egy különösebb mozgás, hogy egy alak elhalad, vagy valami, arra eseményt rögzít, úgymond, és készíthet képet e-mail címünkre, vagy ugye, hogyha van egy FTP szerverünk, ami manapság már nem megoldhatatlan, ugyanis szoftveres módon is beállíthatunk egyet egy számítógépre, vagy ha olyan routert vásárolunk, akkor egy pendrive segítségével készíthetünk a routerünkből
FTP, tehát indíthatunk a routerünkön egy FTP szervert, amire a kamera tud menteni videót, képet, mi egymást, vagy ha számítógépre kötjük, ugye erre két lehetőségünk van, ugyanis Wi-Fi-s is, tehát Wi-Fi-n keresztül is csatlakoztathatjuk, vagy közvetlenül RJ45-ös kábellel, ugye kábelen is csatlakoztathatjuk egy routerhez, és utána ugye a számítógépünkkel már elérjük, és a számítógéphez van egy olyan program, majd ezt be is mutatom később egy videóban, amin akár 30 ilyen kamerát is üzemeltethetünk, és ugye külön felvételt csinál mindről, ahogy mondtam is, hogy mozgásdetekció alapján, vagy akár folyamatos felvételt is készíthetünk, amit utólag visszanézhetünk, valami AV formátumban csinálja a videókat, tehát igazából közvetlenül nem tudjuk megnézni a videókat, de a hozzájáró program segítségével akár konvertálhatjuk is a videót, de majd mutatok olyan programot is, amivel még tudjuk konvertálni utólag a videónkat. Nézzük azért meg jobban ezt a kamerát. Most tekintsünk el attól, hogy szerintem ez egy repedés, sőt 100%, hogy ez egy repedés itt az üvegen. Hát igen, kínai kollégák nem nagyon figyelnek oda az ilyesmire. Szállításra gondolok itt például. Na, de nézzük is. Csillagcsavarokkal vannak a rögzítési pontok megfogatva, vagy fixálva. Itt van egy csavar, amit ha kilazítunk, akkor ugye ilyen irányban forgatható a kamera, plusz itt is ilyen irányban forgatható. Ha ráhúzunk, akkor teljesen be tudjuk fixálni. És még itt is van egy csavar, ami, hogyha már fel van rögzítve, akkor még ilyen irányban forgathatjuk meg a kamerát, mert látjuk, ha például így fogatom fel, akkor ugye nem úgy áll, ahogy kellene. Ez most teljesen le van fogatva, csavarúzó nincs a környékemen, úgyhogy nem tudom megmutatni, de elhiszitek vagy sem, ha ezt kilazítjátok, akkor ilyen irányban forgatható az egész. Jó, és azért nézzük meg még a csatlakozókat is. Ugye ahogy mutattam, az RJ45, ide megy a LAN kábel, amire szükség lesz majd a kamera beállításához is, ugyanis gépre kötve kell beállítanunk. Továbbá a power csatlakozó, amit tápegységet ugye nem adtak hozzá, de ide le is van írva, hogy 12 volt, amit igényel. Ugye ilyen 12 voltos adapterek vannak a LED szalagokhoz, sőt lehet kapni ezeket a ilyen fémházas tápegységeket LED szalaghoz, ami szintén 12 voltosak, azokhoz vehetünk akármilyen hosszú kábelt, és azokhoz a kábelekhez való csatlakozók pontosan jók ide is, jó magam is ilyet használok. De ha nincs más adapterünk, használhatunk ilyen univerzális adaptert is. Ez körülbelül 3-4 ezer forintba kerül. Ezen lehet 12 voltot beállítani. Sőt, cserélhetők a csatlakozó fejek, tehát máshoz is tudjuk használni. De pontosan ide is megfelel. És ezzel már üzemeltethetjük a kamerát. Ez például egy 30 wattot tud kiadni magából, és 2500 milliamperes tápegység, tehát ez bőven elviszi a kamerát. Ha jól tudom, 1 amperes ilyen tápegység már elég neki. Továbbá van itt egy reset gomb elrejtve, ami ugye arra való, hogy hát vagy visszaállítsuk a gyári beállításokat hosszú 10 másodperces nyomással, vagy rövid megnyomással csak egyszerűen újraindítjuk a kamerát. Hogyha lefagyna, én még ilyennel nem találkoztam. Igazából más nincs is rajta, csak az antenna menet, ugye ide tudjuk elcsavarozni az antennát, ami jelen esetben egy kicsit szorul, tehát elég erélyesen kell tekerni. Jobban járok, ha így tekerem rá.
Tehát, hogyha van olyan erős wifink, vagy én például jelismétlőket vettem arra, hogy a ház több sarkába is tudjak ilyen kamerákat elhelyezni, de ha nincs elég erős wifink, vagy messzebbre akarjuk elrakni a kamerát, mondjuk van egy udvarunk és egy távolabbi részére, akkor megoldhatjuk akár LAN-kábel segítségével is, ugye amivel akár 100-150 métert is simán áthidalhatunk, vagy ha erős wifink van, akkor ezzel azt is megtehetjük. Ha a kábelt használjuk, akkor ugye itt be lehet fűzni a kábelt, egy ilyen kábelszorítós valami, és itt le lehet ezt fixálni, ugye, hogy akkor vízálló legyen. Mert ez eléggé, hát kínai, na. Jó. Ugye ezekkel a csavarokkal lehet fölfogatni. Ha falba fúrjuk, akkor kellenek a tiplik, ha fához, akkor elég csak a csavar. Hát ez ilyen facsavar jellegű, tehát én ebben fogadtam föl a díszléchez, a ház sarkán. Jó, igazából mást nem is tudok elmondani róla. Ugye szemből lehet látni, hogy itt a maga a lencse, körbe az infraledek, itt egy fényérzékelő, ugyanis hát éjszakai módban is vesz, éjszakai módban fekete-fehér, ugye, és nappaliban szép színes. Na, és akkor most még egyszer mondom, hogy már nem tudok róla mit elmondani, ezért a következő videóra hagyatkozunk, ahol kipróbáljuk, megmutatom a beüzemelését. Jó, akkor ennyi volt ez a kicsomagolás. Hello, hello!